És jöjjön akkor a budapesti polgármesteri választások harmadik szereplője, Szentkirályi Alexandra. Nézzük is a képletét. Ez itt Szentkirályi Alexandra képlete, Jintűz nyúl évben, Jinfém disznó hónapban és Jankfa patkány napon született. Nem tudom, mennyire emlékeztek Karácsony Gergelynek a képletére, de ő is ugye nyúl évben született és patkány napon. Tehát, hogy vannak hasonlóságok, igaz, másmilyen patkány, tehát egy Karácsony Gergely Jangföld patkány volt, Szentkirályi Alexandra pedig Jangfa patkány, illetve Karácsony Gergely Jinfa nyúl volt, ő pedig Jintűz nyúl, mert hogy Alexandra Jintűz nyúl. A hónap az, ami leginkább különbözik, és ugye hónap mutatja mindig azt, hogy hogyan viselkedünk a munkában, és hogyan viszonyulunk a munkához. Most nála ez egy Jinfém disznó, ami azt mutatja, hogy ebben pedig egyébként vitézire hasonlít, hiszen nála is a disznó jelenik meg. Tehát nála is benne van a reform, nála is benne van az újítás, benne van az, hogy szereti, hogyha újdonságokkal találkozik, szereti, hogyha más dolgok vannak körülötte. Egyáltalán nem fél attól, hogy valami újba vágjon, tehát hogy bele is egy jó kis reformer gondolkodású embert kapnánk Budapest élére, és egy kicsit kiszámíthatatlan, és nagyon furcsán fog hangzani, amit mondok, de hogy egy tisztaságbániás embert kapnánk, tehát lehet, hogy mondjuk akkor tisztább lenne Budapest, hogyha Szentkirályi Alexandra lenne a polgármester, mert hogy neki ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Mert a magánéletében is a tisztaság és a rendezettség az egy nagyon fontos kérdés. De azért nem menjünk el amellett, hogy ugye nála is ott van a nyúl meg a patkány, tehát nála is megvan ez a vonzó faktor, tehát ő is egy határozottan, és hát ránéztek, akkor egy elég szép nőről beszélünk, aki nagyon vonzó tud lenni bárkinek, és abszolút ezt a vonzerejét ki is tudja használni akár. Nagyon érdekes képlete van, talán neki a legzsizsegősebb a képlete, úgy mondjam. Nagyon sok minden történik benne, és nagyon olyan állatjegyek vannak egymás mellett, és olyan elemek, ami azt mutatja, hogy egy nagyon tevékeny, nagyon karakán és nagyon határozott embert látunk, aki nem fél attól, hogy a kezébe vegye az irányítást és csinálja a dolgokat. Hogyha azt nézem, hogy mondjuk 2024 az ő szempontjából milyen lehet, akkor azt mondanám, hogy neki is hasonló, mint Karácsony Gergelynek, mert hogy igazándiból a nyúlnak vannak nehézségei ebben az évben, tehát hogy a külvilág azért lehetnek nehézségei, jogi problémái akadhatnak, de ettől függetlenül mondjuk a munkában nincsenek rossz kilátásai.